kívánok, vasárnap van, nagy doboson, ünnep van, majdnem mindenki itt van, akinek itt kell lenni. Zöldbe a vendégek a Gégin csapata, Csáki Szakács Ősz Csire, Oszlánszki Kőrösi, Csáki Jenei, Farkas a csapatkapitány, Hegedűs Márk és Lakatos László, Dolhai Norbert csapat a zöldbe 41 ponttal érkezett ide, és 57 pontja van a hazai csapatnak, a nagydobosnak, Szilágyi Krisztián csapatának. Nagy derbi. Az első mérkőzésen, mikor ott játszottak, nagy nehezen 6-1-re győzött a nagydobos csapat. Itt, ha ezt megismételi, már is a csapat 3000 eurót kap ajándékba karácsonyra. Pincsüli Kontor, Nagy Szabó Bíró, Antal Martocsán, Bégány Zserzon, Magyar Márk, Szatlószki, Bégányi Zsolt. Ez a hazai. Már ott vagyunk az idő, a bíró keresi a levegőt. Kertész Csaba, Pokaracki Tibor és Nagy Péter István a két partjelző. Hazai kezdés, be van állítva az óra. Gyerünk, Kertész Csaba, és belefújt a sípba. Hátra gurul a labda. Martocsán jobb oldalon van. Szép adogatás, körül jár a labra, jól érzi magát. Martocsán Norbi, Bégányék. Lent tartják a labdát, ez érdekes. Egy hiba, hagyja, hogy kigurul. Ha! Márk a múltkori mérkőzésen gyönyörű gólt lőtt, kettőt. Igazi magyar gólt lőtt, mert ő a magyar Márk. Kapura lövés lesz 25 méterről. Kapus mellett elmegy! 3,5 centi, ott van a kapu mellett egy mérő szallag, és onnan van bemérve. 3,5 centire úgy ment el, hogy a kapus hozzáért a körmivel, amit nem lagozott ki ma erre a mérkőzésre. 8-assal kiszaladt Zserzon, Bégány Zserzon, és ő fogja beadni a szögletet. Az első szöglet rögtön a 4. percben. Szerencse szöglete? Ez a nagy kérdés, a bíró jó helyen van, mindenkit figyel, és jön a főszereplő, a labda száll, ott van, megpattan, lőd, átment a labda. A csapatkapitány akart példát mutatni, bíró Józsi, kifli, hoki, csukló rugással megcélozta a felső kapufát, de nem kiment. Jó hozták ki a vendégek a labdát. Gégény támadás, Ecsel. Gégény most pukkant bele közepre. Nagyon veszélyes, vigyázz, nagyon szépen. Hát ez olyan volt, mint a Nokedli. És Pepe, aki visszajött a Reálból, itt játszik nagydoboson. Nagyon jó. Bégány, hátulról vigyázz, szólnak neki, sugnak, fülhallgató nélkül. Jó, majdnem mellre veszi le. Kapura lőnek, ott a gól! 37 méter a múltkori itthoni mérkőzése, Márk, Magyar Márk, 37-20-ból, óriási góltő, hát ezt kell csinálni, ezt meg lehet nézni lassítva, tessék nézni, innen Bégán Zserzondul kezdődött, aztán a labda átengedték fejjel, Márk levette, mit csinálják, becsukta a szemét, lő, és zsinór. Ebben a bajnokságban a 103. gól 12. percben lövi 7-es számmal a nagydobosi Magyar Márk. Martocsán, Zserzon, elmegy, beadja a labdát, most mellé! Ki van ott? Ott már nincs senki. Ősz Zoltán pedig zöldbe van, ez jelenti, Gégényből érkezett. Jó mennek a vendégek. Óriási. Csire. Hozta fel a labdát a csapatkapitány. Lő egyet. Hagyjad. Kapura lövést láttunk a vendég Gégén csapatától. Farkas Csaba volt az 9-essel, aki megeresztette. Szépen oldották meg. És Farkasnál a labda. Gyere, Farkas, ott a Gyuszi jobb oldalon, beadja a labdát középen, és ott van, te, ajjajjajjajjaj. Hát láttunk egy szép, gyönyörű szerelést a 11-es ponttal egy magasságba, a játékos ott maradt, várja a hordágyat, de ez nem megy.
Bégány pedig utoléri, ez a nagy kérdés. Bégány beteszi magát hármasba. Forma egy, ez az. Erígy. Jó, most lesz a bedobás. Megjátszották. Most. Még egy sell, ez már sok volt. Lövöm én. Na, hogy tetszett, fiúk? Senki nem szól semmit, mert a csapatban jó hangulat van, mindenkinek van humorérzéke. Utoléri-e Józsi? Józsi! Utoléri! Micsoda labda! Márk, ketten! Márk! Ott van, lő! És fölé! Na, ez már csak 15 centire ment fölé. A következő 5 centire lesz, és a bíró a következőt pedig megadja. Marad az 1-0, 20. perc. Kertész Csapa vezető bíró elegánsan, láthatatlanul jár a játékosok közt. Gégén csere. Tamás Norbert 10-essel jön be, és a nagydobosi csapatba is csere. Köszönjük szépen Bégán Zsoltnak. És hármassal Magyar Dávid a csapatban. Bedobás, marad az 1-0. Szatlószki, micsoda labda! Márk, ott vannak négyen, három ellen Márk. Közepre adja a labdát. Ott van, most jött be a játékos, minek jöttél be? És nem rúgja be! Nem rúgja be az első, a mérkőzés első fél időben, 27. percben. Magyar Dávid bejön és agyvérzés próbál csinálni, vagy csak infarktust. Mi volt ez? Ha ez bemegy, hát ezt meg lehet nézni addig még egyszer, tessék. Itatás következik, néhány perc szünet, óriási volt. Ha így bejön és berúgja, és úgy mennek ki, egészen más a hangulat. Jó a játék! Kiemelik a labdát, kifli, meghúzza a labdát. Egyedül elmegy. Jaj, de szépen veszi felfele, gyalog kakuk ezt a tempót. Ott van egyedül, hárman mennek utána. Középre adná a labdát, ott van. Na, le, gól! Spanyol hangorod. Bégán Zserzon várta, hogy Magyar Márk elmegy. Érezte, hogy oda fogja adni a labdát neki. Előre lépett, még egyet a védők lemaradtak, ugyanúgy zöldbe. Most már lássák, és megrúgják a második goldot. Bégány Gergő gólja 2-0. Ott volt közepen Bégány Gergő, és azt tette, ami kell. 2-0 Bégány Gergő. Micsoda csel! Antalosz kerül a labda, beadja, kapus megijedt a labdától, és így kivéte. Bíró. Zserzon. Erejét vesztette a labda. Kőrösi veszi fel a magát, Kőrösi közepre adja a labdát, ott van Pepe, és Pepe véd! Másodszor! Les volt, de ettől függetlenül tessék megnézni, lassítva még egyszer, milyen jó mentek el a vendégek. Ecsel beadják, és akkor ott volt Heged is, és Pepe másodszorra. Márk, micsoda labda! Zserzonnál a labda, egyedül fog elmenni, Zserzon középre adja, gyerünk, vigyázz! Zserzon a labda, és belebütköl, és nem rúgja be! De szarás, hát az óriási volt. Rajzfilmet játszanak a hazaiak. Nem, igen. Óriási volt. Rajzfilm figura. Csíre Tibor. És Kertész Csaba lefújja az első félidőt. 2-0 hazai siker. Befejeződött az első félidő nagydobos Gégény FC, 2-0-ra vezetnek a hazaiak, Magyar Márk és Bégány Gergő góljaival. Mindenki a helyén, és a vendégek kezdenek, hazagurítanak, várják, hogy jöjjenek a házigazdák. Magyar Márk az első gól szerzője, leteszi a labdát, hozzáér, varázsol, gondolkodik, ott van bent a fél csapat. Vajon most jön a gól? Miért? Mert a 9. perc második félidő, száll a labda, ott van, és a kapus kivédi! Nem sikerül az on gól, akárhogy akárták, megint hátról próbálják. Nagyon jó játszik.
Benkő László, még egy sel, még egy sel. Józsikám, ez az, nagyon szép volt. Szépen, szép kosarra támad, ez szép lett volna. Mark, de gyönyörű volt, még egy sel. De szépen fűzte le, rátapadt a lába, a labda a lábára. Ha ez tovább ment volna, és fölé rúgja, az lett volna még szép. Jenei 13-assal jó megkavarta. Szatlowski, Szatlowski, micsoda csel, Szatlowski, 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 lős a kapus! Lába közt akarta lőni, és ha-ha! Elrúgja a kapus oda a fákhoz, hát ha ott kaszálják a füvet, és jönnek a nyulat. Óriási, óriási. 11. perc, második félidő, csere lesz a hazaiaknál. Martocsán Norbert jön le, azt hiszem. A nagydobosi csapatnál csere, Martocsán Norbert. Tapsoljuk meg Norbertet, köszönjük szépen a játékot. És 17-essel Parag Krisztián érkezik. Száll a labda befele, ki van ott, kifejelik a labdát. Lő egyet, és gól! Nem, kipattan a lap, még mindig ott van, elkapja, lők fölé, mellé. Ha, a francba. Ott van a labda. Visszahozták a labda, fejbe, Ebeldát fölé. Na, hát ezt a kis csetepatét annak köszönhetjük, hogy Szatlowski kavarta meg. Ha óvatosan ezt még befejeli, Oscar díj. Már a gégényiek is várják a harmadik gólt. Ecsel. Magyar. Magyar. Elment Magyar egyedül, mindenki törülk. Még Ecsel. Ott van Magyar. Lő, még Ecsel. Balra teszi a labdát. Most add be, még Ecsel. Most add be ezt a labdát, és kirúgják. Magyar végigcselezett. Már csak a bírót kellett végigcselezni, és a kapufát, és lett volna a harmadik. De nem baj, jönnek a vendégek. Hegedűshoz kerül a labda. Róka móka. Dezső. Eddi. Óriási bomba. 29 méterről ilyen bombát, és a kapus ragadt. Szatlowski, Szatlowski, erígy, erígy, ott vagyok, lőd bele, bütykölt, ott van, lőd bele, nem, ott van, kipattan, elpattan. Óriási volt. Vigyázz, Dezső! Dávid. Józsi. Szatlowskihoz. Csak kell a harmadik, hogy mindenki megnyugodjon. Már a vendégek is várják a harmadik gólt, és most száll befel a labda. Ott van fölé! Parag Krisztián. Olyan könnyen ugrott fel, hogy nem is látszik rajta, hogy ilyen technikás, jó rugókkal rendelkező játékos, 17-esel Parag Krisztián, a nagydobos. Most már minden Kertész Csaba vezetőbíró szájába van, Pokarocki Tibor és Nagy Péter István is egyetértenek vele. Labdalopás! Ott van Szatlowski, Eri Szatlowski, még egyszer! Ott van, no, gól! Gól, 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 gól! Szatlowski Tibor! Átöleli egymást a két nagy Godzilla, és 3-0-ra alakul a játék, a mérkőzés vége felé elzsibbadt a védőnek a lába. Parag Krisztián lopott, Szatlowski kapott, és csak gurította, nem rúgta. Gurítani kell a nézőket, megemelte, mindenki egyszerre köpte ki a magot a szájából, és kiabálták, gól, Szatlowski gólt láthattunk, amikor 3 perc maradt hátra. Gólszerző 10-es számmal Szatlowski Tibor. Szatlowski, Szatlowski, beemeli középre. Zserzon. Lő egyet fölé! És vége a mérkőzésnek. Vége, köszönjük szépen, kedves tévénézőink, szurkolóink.
Véget ért a mérkőzés. Nagy dobos Gégény FC. 3-0 lett a végeredmény. Magyar, Bégány és Satlószki a gólszerzők. Köszönjük szépen! Nézzenek minket, mert ha minket néznek, saját magukat láthatják.